Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Magyar Szilvia operaénekest. Üdvözöllek! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözöllek én is! Művészként és művésztanárként is hívtunk most téged ide a stúdióba, hogy beszélgessünk egy kicsit, bár évvége van, de egy kicsit már 2020-ról, egy újévi koncertről. Szerintem a részleteket mondd el te, hogy mi lesz ez, és mikor? Igen, ez egy nagyszerű rendezvény lesz, ez már a harmadik ilyen produkció. Az énekes tanítványok és ismert magyarországi művészek közreműködésével. Ez lényegében már nagyon régóta felmerült, ugye ez már a Hermeszné Urasné Mórika már sokat említette azt, hogy az iskolánk nagyon kicsi, és hogy ezt kellene bővíteni, és az iskola bővítésére már szerveztünk két koncertet. Amik nagyon jól sikerültek. Amik nagyon jól sikerültek, igen. És ez a koncert pedig egy újévi operett és musical gála lesz, aminek a bevételének az egyharmada lesz a zeneiskoláért, és ezzel próbáljuk segíteni az iskolának a bővítését. Ami egy nagy feladat. Bizony, mert nagyon, nagyon sok gyerek szeretne, hála Isten, nagyon sok gyerek szeretne tanulni zenét, és hát az épület meg már kicsi, és kinőttük, és szeretnénk mi énekesek, az énektanszék, hozzájárulni ahhoz, hogy az épület egy kicsit bővüljön, vagy legalább a vezetőink felfigyeljenek arra, hogy itt milyen szintű oktatás folyik, és segítsenek minket ahhoz, hogy egy nagyobb épületben tudjunk minél több gyerekkel dolgozni. Eddig is nagyszerű művészeket hívtatok meg a saját növendékeiteken kívül, de most egy kicsit beszéljünk arról, hogy kik lesznek most a fellépők. Most két számomra nagyon kedves művész fog énekelni, Balog Anna és Egyházi Géza, országszerte ismert nagy musical énekesek és színészek. Ők járulnak most hozzá a műsorunkhoz, valamint jó magam fogok énekelni szólót és egy duettet Egyházi Gézával. Számomra ez nagyon különleges alkalom lesz, mert én ővele még nem énekeltem, és ő egy olyan férfi musical énekes Magyarországon, aki számomra egy etalon. Úgyhogy nekem ez személyesen egy nagy élmény lesz. És az iskolánkból a magánénekesek közül egy szokásos gárda fog fellépni. Bogdán Viktória, Pásztor Adrien, Pásztor Virág, Polonkai Renáta, Vikár Míre és Vikár Maja fogja képviselni iskolánkat. És Balog Anna, azért mondom most őt utoljára, mert ő már korábban fellépett velünk, és annyira kedves és annyira odaadó művésznő, hogy most még egyszer eljön hozzánk, és próbál segíteni az iskolánknak egy ilyen gyönyörű újévi koncert keretében. Egy picit, ha szabad, akkor kulisszatitkokról is faggatnálak. Mi alapján készül el ilyenkor a műsorterv, hogy ki mit énekel, ki után jöjjön, ki kivel duettezzen? Hát itt konkrét harcok szoktak folyni a lányaim között, hogy ki kivel duettezzen, mert hogy annyira összetartó és annyira szeretik egymást, hogy most igazából az lesz, hogy azt válogassuk össze, hogy minél gördülékenyebb, minél szebb műsor alakuljon ki ebből, és a meglévő darabok közül is lesznek, valamint olyan darabok is valószínűleg elhangzásra kerülnek, amiket eddig más párosításban énekeltek, mondjuk például a Vikárad Maja, Vikár Mira, volt egy nagyon szép duettjük, lehet, hogy most azt a lányok együtt fogják énekelni, vagy korábbi duetteket, amit eddig mások énekeltek, most egy másik párosításban fognak elhangzani azok a duettek. Úgyhogy nagyon érdekes és színes műsort próbálunk mindig összeállítani, ami változatos is legyen, operettekkel, musicalekkel tűzdelve, úgyhogy nagyon igyekszünk tényleg nagyon szép műsort összeállítani. Van-e valami tematika, vagy új év, új remények, és ezáltal mindenki egy kicsit a saját maga megújulását, újdonságát hozza bele? Hát tematika az lényegében az, hogy legyen benne olyan, ami új évkor elhangzó dal legyen, például az Abbától a Happy New Year, az egy elengedhetetlen,
valamint Máté Pétertől az ő előadásában megismert Azért vannak a jó barátok című dal, amit nagyon előszeretettel a közönség is szokott velünk énekelni, és mi is arra buzdítjuk őket, hogy énekeljék velünk. Lényegében olyan dalok fognak még ezen kívül elhangozni, amik amúgy is repertoáron vannak, vagy a művészek mostan énekelnek a mostani koncertjeiken. Úgyhogy olyan dalokból állítjuk össze, ami valószínűleg nagyon fog tetszeni a közönségnek. Te hogy készülsz a duettedre? Hát nagyon nagy örömmel és nagyon nagy megtiszteltetéssel vettem ezt a szervező hölgytől, Cinderman Szilviától ezt a felkérést. Ez számomra is ez a Csárdás királynőből az Emlékszel még című duett lesz, és egy számomra is egy nagyon kedves és gyönyörű duett, és hát izgulok azért, bevallom őszintén, de igyekszem méltó partnere lenni egy Házi Gézának. Ilyenkor, amikor te is színpadra állsz, mennyire tudsz önmagadra koncentrálni, vagy mennyire a lányokért vagy ilyenkor a színfalak mögött? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez minden koncerten, ahol mondjuk duettezek egy tanítványommal, és alapvetően ez az ő koncertjük, és én csak a háttérben vagyok. Ez nagyon nehéz, tehát ez nagyon olyan kicsit olyan skizofrén állapot, hogy alapvetően 100%-osan őrájuk figyelek, de amikor fölállok a színpadra és arra pár percre önmagam vagyok, akkor ez egy 180 fokos fordulat, de már van benne rutinom, úgyhogy mindig igyekszem ennek helyt állni. Ami nagyon nehéz, amikor tanítványokkal énekelek, hogy nagyon megható pillanat, és hogy oda tudjak figyelni a saját dolgomra is, és ne csak rájuk figyeljek. Ez a legnehezebb benne egyébként, hogy ne pityeregjek el. Ezt szeretném is volna kérdezni, hogy művésztanárként, amikor egy tanítvány áll melletted, akkor az azért megindító, ahogy most te is ezt mondod. Ilyenkor azért utána, mondtam, hogy kulisszatitkokat fogok kérdezni, ha lejöttek a színpadról, akkor egy gyorsülelés belefér? Persze, az mindig ott van. Ha van rá idő, akkor az mindig ott van, mert ez egy ember életében és egy tanár életében ezek felejthetetlen pillanatok, amikor tanítvánnyal együtt énekelhetek, és óvva, védve, szeretettel segítsem őt ott fönt a színpadon is. Hogyan tudod ezt megtenni? Hát, hogyha valamilyen, egyrészt ugye az energiáimmal próbálok felé fordulni, mert hogyha olyan duettet énekelünk, hogy nem nézhetünk egymásra, mert például különböző helyszínen zajlik a két szereplőnek a megnyilvánulása, akkor ugye ezt nem tudok ránézni, de alapvetően szoktuk egymást segíteni. Tehát vagy egy szemmozdulat, vagy egy kézmozdulat, vagy egy kézfogás, mielőtt fölmegyünk, és együtt megyünk, és megszorítom a kezüket, vagy megöleljük egymást előtte, utána. Tehát lelkiekben mindenképpen tudok segíteni. Ha valamilyen szöveg probléma van, akkor mindig magabiztosan vagy besegítek, vagy az ő részébe lépek bele, és őt segítem. Tehát mindig próbálom megtalálni azt az időt, és azt a segítségi bármilyen mozdulatot, vagy nézést, amivel őt segíthetem a színpadon. Most erre az újévi koncertre hogy készültek? Hát nagy várakozással, mert ez mindig nagy izgalom a lányoknak, hogyha ilyen nagy művészekkel léphetnek föl. Hát nagyon izgatottak, mindig, az összes ilyen koncerten nagyon izgatottak. Hát nyilván próbálunk, koreográfiát készítünk, megbeszéljük, hogy mire figyeljenek, mire ügyeljenek. Ami nagy segítség szokott lenni nekik, és ez minden egyes koncerten megtörtént, és nagyon inspirálja őket, hogy a nagy művészek oda mennek hozzájuk, és egy pár bátorító szóval látják el őket a színpadra lépés előtt vagy után, és ez hihetetlen nagy inspiráció a számukra. És az elmúlt időszakban is sokfelé jártatok, egy picit még erre térjünk ki. Most szombaton volt egy adventi koncertünk, és egyben az én búcsú koncertem is, mert én már nem leszek a zeneiskola kötelékében. Tóth Orsika kolléganőm, aki babát, babáj,
Ival volt otthon, akik már annyira nem babák, azért már felnőtt gyermekek. Ővelük volt otthon, és én 5 évig helyettesítettem itt a Kalász Művészeti Iskolában, és most ez az adventi koncert, ami szombaton volt, december 14-én, ez az én búcsú koncertem volt, és egyben ez egy nagyon megható koncert volt így. Valamint szilveszterkor fogunk föllépni a Faluház szilveszteri báján. Idősek karácsonyán voltunk például december 12-én szerdán a sportcsarnokban, ahova nagyon nagy szeretettel mennek mindig a lányok. Annyira szeretnek jótékonykodni és olyan embereknek énekelni, akiknek hihetetlen nagy örömet szerez az ő fiatal lelkük és lelkesedésük. Valamint még megyünk december 13-án a Napvirág idősek otthonában is énekelni egy gyönyörű karácsonyi műsorral. Úgyhogy ez most így, ami mostanában volt, azokat sorolom, de nagyon sok, hála Istennek, nagyon sok fellépésre kérnek fel minket. Nem tudok elmenni amellett, hogy egy búcsú koncerten vagy túl. Mit adott neked ez az 5 év, amit itt töltöttél? Hát most lenyelem a könnyeimet. Hiszen nagyon sok tanítvány kapcsolódik hozzád, akikkel nagyon szoros, szerintem baráti viszonyban vagytok, és nagyon sok közös élményetek van. Tartjátok majd a kapcsolatot? Lesznek közös éneklések? Közös összejövetelek? Ha nem is színpadon, de barátilag. Szerintem igen, mert olyan mély kapcsolatok épültek ki közöttünk, és olyan alkalmak, amin nagyon közel kerültük egymáshoz, koncerteken, versenyeken, és hát nyilván egy óra, egy énekóra az egy személyes kapcsolaton alapul, mert ugye egyesével jönnek be, igen, egyesével jönnek be a lányok az énekórákra, és ez egy olyan bizalom is, meg egy szeretett kapcsolat az órákon, ami nélkül egy egyéni képzés nem jöhet létre, és lesznek biztos alkalmaink. Például Pásztor Adriennek lesz most lehet, hogy megharagszik rám, esküvője lesz február 2-án, és oda már meghívott, és ez nekem nagyon megtisztelő. Úgyhogy biztos, hogy lesznek még ilyen alkalmak, amikor mi tudunk találkozni, vagy koncerteken együtt énekelni, és ez nekem nagyon maradandó élmény. Életem végéig fogok emlékezni az ő szeretetükre és a odaadásukra. A lányok fordulhatnak majd hozzád a későbbiekben is tanácsért? Hogy beszéltétek ezt meg? Természetesen erről beszéltünk, és én mindenki felé nagyon nyitott vagyok. Tehát akár ének szakmai tanácsokban, énekórák ügyében, valamint emberileg is. Nagyon sok régi tanítványom fordul hozzám tanácsért, úgyhogy nekem ez nagyon megtisztelő mindig. Véleményed szerint mikor kész egy énekes? Elkészül valaha, vagy folyamatosan mindig lehet rajta valamit alakítani? Ez is egy nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát olyat én nem állítanék ki, hogy kész egy énekes, mert egy énekes pályája folyamán, ez most vonatkozik a tanulási stádiumra, majd később a színpadon töltött éveire, folyamatosan változik és alakul. A saját tapasztalataiból épül, a saját magánéletében megélt érzelmi örömökből és szomorúságokból gazdagodik a lelke, és ez később, ahogy az évek alatt és a színpadon eltöltött évek alatt ez beépíti a saját művészetébe, a dalaiba, a különböző szerepeiben, akkor mindig változik. Változik egy énekes, és nyilván egyre szebben és jobban tudja ezt prezentálni a közönség felé. Magánénektanszak, amit itt Kalászon, hát nem szeretem múlt időben mondani, de vittél, és arra lennék nagyon kíváncsi, hogy mennyire van nehezebb dolga egy énekesnek, aki szólóban vagy duettben áll a színpadon, mint ugye aki kórusban, mert azért sokkal nagyobb a figyelem. Hogyan lehet őket erre felkészíteni? Hát lelkiekben szoktam őket erősíteni, mert a felelősség, hogy egyedül áll egy énekes a színpadra, az csak azt tudja, aki oda föláll. És kiteszi az emberek elé az adott tudását, amit megtanult, az érzelmeit,
ami a dalhoz köti őt, és abból utána önmagát meg tudja alkotni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én mindig azt mondom, hogy ott a teremben én mindent elmondok, mielőtt színpadra kerülsz, még adok instrukciókat, ha szükség van rá, megölelem, megszorítom a kezét, erősítem őt, de a színpadon egyedül vagytok. Tehát ott már nem tudok segíteni. Ott a te gondolatod, a te felkészültséged, az érzelmeid, azok, amik megerősítenek, és egy olyan produkciót nyújtanak, amivel elvarázsolod a közönséget. Ez egy nagy felelősség. Igen, és amit mondasz, ez azért is fontos, mert ugye egy-egy koncert helyszínére is mindenki az élet más területéről jön, más érzésekkel, most nem csak a fellépők, a nézők is. De hogy ott neked azért van dolgod azzal, hogy megérkezzenek, és amire már a színpadra felállnak, akkor már ne az a helyszín legyen benne, ahonnan jött, vagy ahová készül. Igen, igen, ez így van. Én mindig elmondom, hogy előtte már nem beszélgetünk arról, hogy mit csinálunk este, vagy mit csinálunk hétvégén, vagy jaj, de szép a hajad, szóval ott már nincsenek ilyen magánbeszélgetések, ott már csak a dalokra való koncentráció van, hogy miről szól a dal, mit szeretnél a közönségnek átadni, tehát ez egy felkészülési. Elég, ha ez egy pár perc, még ráhangolódnak, hogy rohannak, vagy éppen mondjuk egy koncerten átöltözés van egyik dalról a másikra, és ugye rohan, de érjen oda előbb, egy pár perccel hangolódjon rá a dalra, és helyezkedjen bele érzelmileg. Ez számomra nagyon fontos, hogy átadjam a diákoknak. Ezt egyedül jó megélni, vagy ezt is lehet párban, mondjuk egy duettnél? Kinek mire van szüksége? Szerintem ez teljesen egyéni, hogyha vannak olyan embertípusok, akik szeretnek elvonulni, egyedül lenni, egy függöny mögében megy ott a színpad mögött, és úgy egyedül felkészül, de például akik nagyon jó viszonyban vannak, szinte barátnői viszonyban, ők fogják egymás kezét, erősítik egymást, átismétlik a szöveget, van, amikor a koncert mellett, a színpad mellett ott kint még áteneklik együtt, néznek egymásra, figyelnek egymásra, összehangolódnak, mielőtt színpadra kerülnek. Mindenki másképp éli ezt meg. Mikor látod azt, amikor mondjuk te nem vagy színpadon, hogy na ez most öröméneklés a lányoknak, hogy most nincsenek befeszülve, most minden a helyén van, és nem azt mondom, hogy rutinból megy, mert annak is megvannak a veszélyei, hanem hogy tényleg öröméneklésről van szó. Ezt érzi a közönség, tehát, hogy olyan pozitív energiákat sugároznak ki, hogy mindenki, hogyha így kinézek egy oldalt a takarásból, hogy mosolyognak például, vagy a szülők nagyon-nagyon figyelnek, és óvva figyelik őket, vagy a lányok éppen olyan koreográfia van, hogy egymás felé fordulnak, és összemosolyognak, vagy összekacsint a szemük, tehát, hogy annyira jó őket így kívülről nézni oldalról, ahogy fölmennek a színpadra, hogy mennyire figyelnek egymásra, mennyire szeretettel fordulnak egymás felé, és mennyire segítik egymást azzal, hogy figyelnek, hogy szinte átadja neki a szót, amikor a másik következik, és bátorítólag ránéz, hogyha erre van mód. Hát én azt kívánom, hogy ezen a januári koncerten is legyen így, aminek a helyszínét és az időpontját mondjuk el még egyszer. Ez a Budakalászi Kós Károly Művelődési Ház január 3-án és 19 óra kezdettel lesz egy fantasztikus újévi musical és operett gála, ahová nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki egyrészt ezekben a lányokban szeretne gyönyörködni, az elmondott kulisszatitkokkal megáldva őket, és hát egy fantasztikus művész páros jön hozzánk, Egyházi Géza és Balog Anna személyében. Nagyon gyönyörű műsor lesz, és mindenkit szívvel és lélekkel telve várok, és várunk mindannyian, mert tényleg nagyon nagy szeretettel készülünk, és szeretettel várunk mindenkit. Végezetül mit kívánnám magatoknak és a zeneiskolának a következő évre, évekre? Legyen egy olyan épület a zeneiskolának, ahol mindenki méltón és szeretettel tud tanítani, a gyerekek pedig felkészülni, a tanítványok.
a lányaimnak, a tanítványaimnak, most már volt tanítványaimnak nagyon sok sikert, és nagyon sok gyönyörű koncertet, nagyon sok lehetőséget, hogy itt is üljenek például ebben a stúdióban, mint felkészült, befutott énekesek például. Tehát minden szépet és jót. Maga a zeneiskola egy nagyon jó tanári közösség, nagyon szeretetbeli légkör, úgyhogy ennél többet én az iskolának nem kívánok, csak egy gyönyörű, új és méltó épületet. Én pedig azt kívánom nekünk, hogy mi azért még beszélgessünk így jó sokat. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és a vendégem voltál. Nagyon szépen köszönöm. Vendégem volt Magyar Szilvia, operaénekesnő. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!